A Jesen Samurája című filmalkotás után Óbecse hamarosan újra megjelenik a mozivásznon. Nevezetesen júliusban Óbecsén elkezdődik a Buddy Box Nama című film jeleneteinek forgatása, melynek rendezője a híres szerb rendező Slobodan Sián. Az alkotás Boško Tokinról szól, az első szerb avantgárd film vizuális művészéről és rendezőjéről. A forgatókönyvet Biljana Maksić, Vladimir Mancić és maga Sián írta. A történet hősei Ivo Andrić, Tito, Czernyanski és más személyiségek. A főszereplők egyike pedig Milos Bíkovics lesz. A megbeszéltek alapján itt Óbecsén a napokban kellene aláírni a szerződést, a forgatás pedig valamikor júliusban kezdődik. A bemutató előtti bemutatót szintén Óbecsén kellene majd megtartani februárban. Az egésznek az exkluzivitása pedig abban rejlik, hogy Óbecsén forgat majd Milos Bíkovics, Andrija Milosevic és Alexander Bercsek színészek. Nekünk tehát lehetőségünk lesz arra, hogy vendégül lássuk ezeket a színészeket itt Óbecsén, és nekem nagy örömömre szolgál az, hogy az óbecseiek élőben láthatják és találkozhatnak ezekkel a híres emberekkel, akik nálunk töltenek majd bizonyos időt, valószínűleg meg is fognak jelenni néhány helyen. Többek között itt mutatkozik meg az, hogy Óbecse a világ közepe, mert Újvidéken kívül nem sok város van Vajdaságban, ahol ennyi filmet forgattak, ahol a forgatások alatt a színészek ilyen jól érzik magukat, és ahova mindig szívesen térnek vissza. Ez a filmforgatás ismét jó reklám lehetőség Óbecse részére, és egy újabb bizonyíték arra, hogy Óbecse nem csak egy község, hanem egy igazi város. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy a jeleneteket Óbecse község képviselőtestületének épületében, a Fantaszt kastélyban és egy régi óbecsei házban forgatják. Tosics kiemelte, hogy a helyi önkormányzat már néhány évre visszamenőleg eszközöket fektet a kultúrába, és ebben támogatást kapnak az óbecsei vállalkozóktól is. Nem tehetjük meg azt, hogy van sportunk, és ezen kívül semmi másra nem összpontosítunk. Figyelmet kell szentelni a kultúrára, a filmekre is. Nem lehet csak a beruházásokon gondolkodni, és minden mást háttérbe szorítani. A beruházások a valóságunkhoz és a gazdaságunkhoz tartoznak, de higgyék el, hogy eljön majd az idő arra is, hogy a vállalkozók sokkal több pénzeszközt különítsenek el kultúrára, mint amennyit eddig elkülönítettek. Már is vannak olyan vállalkozóink, akik terveznek a különféle rendezvényeinkbe és iskoláinkba befektetni. Az Óbecse község elnökével Dragan Tosiccsal készült interjút ma este 20 órától tekinthetik meg, Becsejszki Ugao című műsorunkban. A Petőfi Sándor Általános Iskola Dreai kihelyezett tagozatának diákjai szeptembertől sokkal jobb körülmények között tanulhatnak, ugyanis a régi iskolaépület több mint egy évtizedig tartó sikertelen felújítási munkálatai után a dreai tanulók végre egy új és korszerűen felszerelt általános iskolát kaptak. Az iskola régi épületének renoválása 2008-ban kezdődött, amikor erre a célra a tartományi nagyberuházási alapból 15 millió dinárt különítettek el. Azonban, mivel az objektum a felújítás ellenére ismét kezdett tönkremenni, döntést hoztak egy teljesen új iskolaépület felépítéséről. 15 millió dinárral elindítottuk a régi épület tatarozását. Egy idő után az az épület szárny beomlott, és rájöttek a szakemberek, hogy sokkal jobb ötlet, hogyha azt a régi épületet lebontják, és teljesen újjáépítik az új iskolát. Újabb pénzeszközökre pályázva sikeresen folytatták az épület építését, azonban különböző okok miatt megállt ez az építkezés. Mi 2017-ben a Magyar Nemzeti Tanács segítségével az óvodai program keretein belül az óvodai bútorozatot és a nagy játszóteret sikerült beszereznünk, és a víz és a villanyhálózatot is bekötni. Nagyon fontos számunkra, hogy Óbecse község minden településén felszerelt iskoláink legyenek, mert ez a jövő. Ahhoz, hogy fiataljaink itthon maradjanak és a falvakban maradjanak családjaikkal,
az egyik fontos dolog, amit biztosítanunk kell, azok az iskolák. Óbecse község az eddigiek során sokat befektetett az oktatásba, hiszen az oktatás prioritásnak számít, és ez a jövőben is annak fog számítani. Ez látszik mindabból, amit eddig csináltunk az összes oktatási intézményeinkben, a községben. Például a Petőfi Sándor általános iskolában Óbecsén folyamatban van a tornaterem felújítási munkálatainak befejező fázisa. Most pedig itt vagyunk Dreán, és éppen egy új iskola ünnepélyes átadása folyik. Szeptember 1-től a diákok élvezhetik a teljesen felszerelt tágas tantermeket és tornatermet. Jelenleg 7 tanulója van az iskolának, szeptembertől 9-en lesznek. A tanítás magyar nyelven folyik kombinált tagozaton, 1-től 4. osztályig. Majd ezek után a diákok az óbecsei főépületben folytatják, és itt is fejezik be általános iskolai tanulmányaikat. Ennek a csodás új iskolaépületnek a helyén egy omladozó épület állt, amely bátran mondhatjuk, hogy valójában veszélyt jelentett a gyermekek biztonságára nézve, ugyanis a gyerekek nap mint nap az omladozó falak előtt sétáltak el. Igazi ünnepnap ez a mai, ugyanis a falubeliek régi álma vált ma valóra, hiszen az iskolás gyermekek, akik jövünk reménységei, új lehetőségek elé nézhetnek e falak között. Az új iskola ünnepélyes megnyitóján részt vettek a helyiek is, akik Dreán, az akkori Gyúró Szalai általános iskolában fejezték be a 8. osztályt. Én ide jártam a 8 évet, nagyon szerettem ide járni, nagyon sok gyerek volt, jó éreztük magunkat. Vasárnap jöttünk ablakokat festeni, kerítést festeni, a Csorba István igazgató volt, az vezette. Akkor utána, mikor már mink anyák, szülők lettünk, akkor mink jöttünk szintén meszelni, takarítani, hogy az az iskola valahogy kinézzen. Én nekem nagyon szép emlékeim vannak az iskoláról. Én nagyon örülök, hogy ilyen faluba, ilyen összetartó népközt voltam. Még hát most is meg vagyunk, mink már 50 éve itt vagyunk. Azt hiszem, itt is fogunk maradni. Itten 8 osztályú, úgyhogy nem volt ilyen tornaterem. Kint tornáztunk, úgyhogy nem volt úgy ellátva, mint hogy most. Meg vagyok én, mondjuk én is elégedve, mivel hogy volt itt a lányom is, ugye, az unokám is az óvodába járt. A Petőfi Sándor általános iskolának van még egy kihelyezett tagozata Milesevon, ahol szintén kombinált tagozaton folyik az oktatás, 1-től 4. osztályig, szerb nyelven.